kölcsön egy táblát mutatott fel, legalábbis ilyen fotók jelentek meg, amelyek politikai üzenetként is felfoghatók, de éppen egyébként megítélhetők úgy is, hogy a parlamentunk a komolyságát ezek kérdőre vonják, ezek a felmutatott táblák. Hát ön szerint. Nem én szerintem. De hát ön most tett egy kijelentést. Nagyon erősen megosztják a véleményt. Tett egy kijelentést. Erről beszélt már a házelnök is, hogy nem támogatandó az. Hogy a házmester mit óbégat, az engem nem érdekel. Házelnök. A házmester mit óbégat, az engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy engem miért küldtek a parlamentbe. Kezdjük előről. A múlt szerdán... Úrról beszél, képviselő úr. Nem. Ő konkrétan óbégat, ezt azért is merem mondani, mert ő maga használta az elnöki pulpitusra ezt a szót. Az ön ízlésének minden bizonyára ez megfelel, hogy az elnöki szószékről ilyen szavakat mondjon másik képviselőre. Ne kételezzem fel, hogy nekem mi felel meg. Jó. Az a lényeg, hogy ön mit gondol. Hát de ön itt szétesik a tisztelet, miközben... Nem, csak kérdezem, nem. Hát ön egy országgyűlési képviselő. Így van. A házelnök pedig egy házelnök. Én csak a megnevezésekhez ragaszkodom. Jó, ragaszkodjon én is, jó? Na, tehát akkor kezdjük előre a mesét. Ez úgy kezdődik, hogy nekem minden, nem nekem, aki interpellációt ad be, előző hét szerda délig be kell adni. Attól a szövegtől, amit beadott, el se térhet, különben vagy megvonják tőle a szót, vagy pedig a miniszter nem köteles válaszolni. Azaz, múlt szerda délóta teljesen ismerhető volt, hogy én mit akarok kérdezni. Szóról szóra. Na már most, hogy engem a kérdésem előtt pár perccel értesít levélben a vezetés, hogy konkrétan én ezt most nem mondhatom el, hát elnézést, de ez egy súnyi dolog. Hát ez mondhatta volna csütörtökön, pénteken, hétfő reggel, bármikor, hogyha bármi kifogása van. Ismerhető volt a szöveg olyan értelemben is, hogy fönt volt az interneten, mert én parlament nyilvános műfaj. Föltettem az internetre, még múlt szerdán melegében, amit beadtam. Milyen jogorvoslati lehetőség van ilyen? Semmilyen. Hát a Fidesz diktatúrában nincsen jogorvoslat sem, de egyébként nem csak a parlamentben, sehol. Tehát, hogy az embert bármilyen sérelem éri, gyakorlatilag nulla jogorvoslat lehetősége. Beszélek a fülemre, hogy nem diktatúra, nem minősítsünk. Most csak és beleszól a műsorba, én most azért vagyok itt, hogy elmondjam az én véleményemet, az, hogy önnek esetleg más véleményem. Más leírásokat olvastam a diktatúráról, képviselő úr, de jogorvosi lehetőség... Most oktatni fogjuk egymást, mert ez belemehetünk. Jogorvosi lehetőség nincsen, ezt tisztáztuk. Hát önnek ez egy ilyen halál egyszerű dolog, szerintem felháborító. Igen, következő. Nem egyszerű, hát nyilván meg lesz ennek a dolognak. Igen. A folytatása. Önöknek van egy törvénymódosító javaslata is. Annak mi a sorsa? Hát annak az a sorsa, hogy nagy valószínűséggel, ahogy ez már lenni szokott, a Fidesz ezt lerúgja így, ahogy van, tokkal vonóval. Márpedig ennek az a lényege, hogy megtartottuk azokat az elemeket, amelyek a dohányzás visszaszorításáról, különösen a fiatalok dohányzásának a visszaszorításáról szól. Az összes többit meg kidobnánk az egészből, mert egyébként az, hogy a teljes dohánybiznisz hasznát, profitját fideszes haverokhoz oda koncentrálni, hát enyhén szóval ez azért fölháborító rablás, ez egy tolvaj kormány. Mi azért találtunk más politikai táborhoz tartozó nyerteseket is. Az igazán? Zavaró, na, akkor most mondok egy konkrét példát. Több esetben láttam ilyen mondatokat. Karsai József embere. Ez ön szerint valami exakt? Nem exakt, de nem is fideszes. Honnan tudja? Honnan? Hát most én azt mondom, hogy Óbersowski Péter ember. Most ez mit képviselő, jelent? Amikor a Portik ügyben azt mondják az MSZP-ről, hogy tisztáznia kéne az MSZP-nek is körein belül, hogy kiknek lehetett köze ehhez az ügyhöz, amelyről egyébként az MSZP hivatalosan elismeri. Ezt tisztázkodtam. Akkor önök azt mondják, hogy jelszavakat mond a másik oldal. Most önök is jelszavakat mondanak. Ezeket az ügyeket... De milyen jelszavak? Mi közöm nekem a Portik ügyhöz? Két hete azt mondják az országban, hogy csak és kizárólag fideszesek nyertek a dohánypályázatokon. Csak szeretném ön tájékoztatni. Nem, a zsíros részét. Jobbikosok is volt, SZDSZ-esek is. Ha 2, 3, 4, akkor sem igaz az állítás. Hát egyébként most akkor gyakoroljuk be még egyszer ezt a problémát, hogyha kiírnak úgy egy tendert, hogy 1. nincs licit, 2. nincs jelige, 3. meg se kell jelölni semmiféle helyszínt, hogy ő hol fogja gyakorolni ezt a tevékenységet, ez tök fiktív dolog, majd ebből kicsemegézik a legjobbakat, és odalökik a fideszes haveroknak, hát bocsánat, ezt ön hiába védelmezi, ez nem fog menni, hát ez napnál világosabb. Képviselő, beszélgessünk meg. Miért mondja azt olyan, hogy a Portik Laborc találkozott az MSZP tisztázta. Hát azért közünk nincs hozzá. Emlékeztetni, hogy az egyik szocialista államtitkár, aki nagy tekintélyű volt a szakmában, Laborc kinevezése ellen
meglehetősen komoly érveket hozott fel. Lenne még ott mit tisztázni, pedig akkor ő a szocialista párt delegált államtitkára volt a tárcaére. Hogy kinek a nyomására lett egy olyan ember, mondjuk a szolgálatok vezetője, aki soha nem végzett. Hát először lett a szolgálatok vezetője, és utána tett bármilyen cselekménytembéli ügynökségében. Tehát a szocialista pártnak ebben a dologban nincs mit vizsgálni. Szerintem az égvilágon semmi közünk nincs hozzá, hogy mit tudom én, egy titkosszolgálati vezető egy azóta vádlottként szereplő figurával mit beszélget, kiről és miről. Sem a miniszterhez, sem a miniszterelnökhöz, aki akkor volt, nem volt közük. Hozzájuk közünk van, a kinevezésükhöz közünk van, de az, hogy ők sutyiban, vagy nem sutyiban, mit csinálnak napközben, meg éjszaka, meg reggel, meg hajnalban, hát közön nincs hozzá. Velem ezt piszkosul nem egyeztette semmelyik, hogy te tudod, Tibikém, én most leülök a portéka beszélni. Fogalmam nem volt, hogy ő kivel beszél, kivel nem beszél. Ráadásul egy titkos szolgált attól titkos szolgált, hogy titkos. Magyarul azzal beszél, akivel jónak gondolja, anélkül, hogy ez bárki más orrára kötné. Szanyi Tibor képviselő, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Nem engedhető meg, hogy elveszítsék a megélhetésüket azok, akik eddig főállásban trafikot működtettek, de nem nyertek a dohánybolt pályázaton. Jelentette ki a kormányfő péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában felvételről sugárzott beszélgetésben közölte. A kormány keresi a jogi lehetőségeket arra, hogy azok a trafikosok, akik eddig még kiskereskedelemből éltek, ne veszítsék el megélhetésüket. Most összesítik, hány ilyen ember van. A miniszterelnök a trafiktendert azzal indokolta, hogy a kormány a jelenlegi 44 ezerről 5 ezerre akarta csökkenteni a cigarettát árusító üzletek számát. Mivel évente 35 ezeren halnak meg dohányzás következtében, és felmérések szerint a fiatalok negyede cigarettázik. Köszöntöm a stúdióban Szanyi Tibort, az MSZP elnökségi tagját. Jó reggelt kívánok. Nem kapott szót, és ezt ön nehezményezi meglehetősen. De hát ez nem csak én nehezményezem. Egy országgyűlési képviselő, akármelyik oldalon is ül, így vagy úgy, de a nép megválasztotja. És a parlamentet azért találták ki, hogy ott szóba lehessen hozni lényegében bármit, ami az ország ügyeit illeti. A parlare szó, a beszélni szóból jön a parlament, ami azt jelenti, hogy ha ott egy képviselő nem kap szót, akármilyen indokból is, az konkrétan valamiféle diktatúrának a jele. Zűzavaros alkotók alakultak ki, de ugye az új ház, mit mond a házszabály erről a helyzetről? Ugyanis nem csak a beszéd tartalma a lényeg, hanem a stílusa is. Ön egy táblát mutatott fel, legalábbis ilyen fotók jelentek meg, amelyek politikai üzenetként is felfoghatók, de éppen egyébként megítélhetők úgy is, hogy a parlament munka komolyságát ezek kérdőre vonják, ezek a felmutatott táblák. Hát ön szerint. Nem én szerintem. De hát ön most tett egy kijelentést. Nagyon erősen megosztják a véleményt. Tett egy kijelentést. Erről beszélt már a házelnök is, hogy nem támogatandó az. A házmester mit óbégat, az engem nem érdekel. Házelnök. A házmester mit óbégat, az engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy engem miért küldtek a parlamentbe. Kezdjük előről. A múlt szerdán... Úrról beszél, képviselő úr. Nem. Ő konkrétan OB-gat, ezt azért is merem mondani, mert ő maga használta az elnöki pulpitusra ezt a szót. Az ön ízlésének minden bizonyan ez megfelel, hogy az elnöki szószékről ilyen szavakat mondjon másik képviselőre. Nem kételezzem fel, hogy nekem mi felel meg. Jó. Az a lényeg, hogy ön mit gondol. Hát de ön itt szétesik a tisztelet, miközben... Nem, csak kérdezem, nem. Hát ön egy országgyűlési képviselő, így van, a házelnök pedig egy házelnök. Én csak a megnevezésekhez ragaszkodom. Jó, ragaszkodjon én is, jó? Na, tehát akkor kezdjük előre a mesét. Ez úgy kezdődik, hogy nekem minden, nem nekem, aki interpellációt ad be, előző hét szerda délig be kell adni. Attól a szövegtől, amit beadott, el se térhet, különben vagy megvonják tőle a szót, vagy pedig a miniszter nem köteles válaszolni. Azaz, múlt szerda délóta teljesen ismerhető volt, hogy én mit akarok kérdezni. Szóról szóra. Na már most, hogy engem a kérdésem előtt pár perccel értesít levélben a vezetés, hogy konkrétan én ezt most nem mondhatom el, hát elnézést, de ez egy súnyi dolog. Hát ezt mondhatta volna csütörtökön, pénteken, hétfő reggel, bármikor, hogyha bármi kifogása van. Ismerhető volt a szöveg olyan értelemben is, hogy fönt volt az interneten, mert én parlament nyilvános műfaj. Föltettem az internetre, még múlt szerdán melegében, amit beadtam. Milyen jogorvoslati lehetőség van ilyen? Semmilyen. Hát a Fidesz diktatúrában nincsen jogorvoslat sem, de egyébként nem csak a parlamentben, sehol. Tehát, hogy az embert bármilyen sérelem éri, gyakorlatilag nulla jogorvoslat lehetősége. Beszélek a fülemre, hogy nem diktatúra, nem minősítsünk. Jó, most a szerkesztő
is beleszól a műsorba. Én most azért vagyok itt, hogy elmondjam az én véleményemet, az, hogy önnek esetleg más véleményem más van. Más leírásokat olvastam a diktatúráról, képviselő úr, de jogorvosi de most lehetőség... Most oktatni tehát, fogjuk egymást, mert ez belemehetünk jogorvosati lehetőség nincsen, ezt tisztáztuk. Hát önnek ez egy ilyen halál egyszerű dolog, szerintem felháborító. Igen, következő. Nem egyszerű, hát nyilván meg lesz ennek a dolognak igen. A folytatás. Önöknek van egy törvénymódosító javaslata is. Annak mi a sorsa? Hát annak az a sorsa, hogy nagy valószínűséggel, ahogy ez már lenni szokott, a Fidesz ezt lerúgja így, ahogy van, tokkal vonóval. Márpedig ennek az a lényege, hogy megtartottuk azokat az elemeket, amelyek a dohányzás visszaszorításáról, különösen a fiatalok dohányzásának a visszaszorításáról szól. Az összes többit meg kidobnánk az egészből, mert egyébként az, hogy a teljes dohánybiznisz hasznát, profitját fideszes haverokhoz oda koncentrálni, hát enyhén szóval ez azért fölháborító rablás, ez egy tolvaj kormány. Mi azért találtunk más politikai táborhoz tartozó nyerteseket is. Az igazán? Való, na, akkor most mondok egy konkrét példát. Több esetben láttam ilyen mondatokat. Karsai József embere. Ez ön szerint valami exakt? Nem exakt, de nem is fideszes. Honnan tudja? Honnan? Hát most én azt de mondom, hogy Óbersowski Péter ember. Most ez mit jelent? Ez amikor a Portik ügyben azt mondják az MSZP-ről, hogy tisztáznia kéne az MSZP-nek is körein belül, hogy kiknek lehetett köze ehhez az ügyhöz, amelyről egyébként az MSZP hivatalosan elismeri. Ezt tisztázni. Akkor önök azt mondják, hogy jelszavakat mond a másik oldal. Most önök is jelszavakat mondanak. Ezeket az ügyeket... De milyen jelszó? Mi közöm nekem a Portik ügyhöz? Két hete azt mondják az országban, hogy csak és kizárólag fideszesek nyertek a dohánypályázatokon. Csak szeretném ön tájékoztatni. Nem, a jobbikosok is volt, SZDSZ-esek is. Ha 2, 3, 4, akkor sem igaz az állítás. Hát egyébként most akkor gyakoroljuk be még egyszer ezt a problémát, hogyha kiírnak úgy egy tendert, hogy 1. nincs licit, 2. nincs jelige, 3. meg se kell jelölni semmiféle helyszínt, hogy ő hol fogja gyakorolni ezt a tevékenységet. Ez tök fiktív dolog, majd ebből kicsemegézik a legjobbakat, és oda lökik a fideszes haveroknak. Hát bocsánat, ezt ön hiába védelmezi, ez nem fog menni. Hát ez napnál világosabb. Képviselő, beszélgessünk meg. Miért mondja azt olyan, hogy a Portik Laborc találkozott az MSZP tisztázta. Hát azért, mert közünk nincs hozzá. Mondta, hogy az egyik szocialista államtitkár, aki nagy tekintélyű volt a szakmában, Laborc kinevezése ellen meglehetősen komoly érveket hozott fel. Lenne még ott mit tisztázni, pedig akkor ő a szocialista párt delegált államtitkára volt a tárcaire. Nincs hozzá. Hogy kinek a nyomására lett egy olyan ember, mondjuk a szolgálatok vezetője, aki soha nem végzett. Hát először lett a szolgálatok vezetője, és utána tett bármilyen cselekmény. Tehát a szocialista pártnak ebben a dologban nincs mit vizsgálni. Szerintem az égvilágon semmi közünk nincs hozzá, hogy mit tudom én, egy titkosszolgálati vezető egy azóta vádlottként szereplő figurával mit beszélget, kiről és miről. Sem a miniszterhez, sem a miniszterelnökhöz, aki akkor volt, nem volt közük. Hozzájuk közünk van, a kinevezésükhöz közünk van, de az, hogy ők sutyiban, vagy nem sutyiban, mit csinálnak napközben, meg éjszaka, meg reggel, meg hajnalban, hát közöm nincs hozzá velem, az piszkosul nem egyeztette semmelyik, hogy te tudod, Tibikém, én most leülök a Portika beszélni. Fogalmam nem volt, hogy ő kivel beszél, kivel nem beszél. Ráadásul egy titkos szolgált, attól titkos szolgált, hogy titkos. Magyarul azzal beszél, akivel jónak gondolja, anélkül, hogy ez bárki más orrára kötné. Szanyi Tibor képviselő úr, köszönöm, hogy itt volt nálam. Köszönöm szépen én is. Nem engedhető meg, hogy elveszítsék a megélhetésüket azok, akik eddig főállásban trafikot működtettek, de nem nyertek a dohánybolt pályázaton. Jelentette ki a kormányfő